Megoszlanak az elemzői vélemények arról, hogy mennyi az újítás, az innováció a jelenlegi kampányban. Kiszeli Zoltán szerint van előrelépés és ötlet, Horn Gábor viszont azt mondta, a Fidesz kampány üzenete még sosem volt ennyire leegyszerűsített. Akármerre néznek, Károly körút járókelői, mindenhol választási plakátokat láthatnak. Ömlik az információ az utcán, az interneten, rádióban, televízióban, újságokban, szóróanyagokban és postán keresztül is. A kommunikációs szakember szerint csak kisebb újításokat látni a kampányeszközök között. A Fidesznek az a technikája, hogy azokon a településeken, ahol láthatóan ellenzéki a hangulat, ott a narancssárga az ilyen 2 pixelben jelenik csak meg a plakáton. Lehet kreatívnak nevezni, én cinikusnak gondolom, és megvetendőnek. Heisler Ákos szerint túl sok az óriás plakát az utcákon. Legjobb tudásom szerint nem mérik Magyarországon ezeknek a hatékonyságát. Az egyik leghatékonyabb és legerőteljesebb eszköze a politikai kampánynak is az óriás plakát. Azoknak a tudatába is átjön, akik nem foglalkoznak politikával, nem néznek híreket. Horn Gábor abban egyetért Heisler Ákossal, hogy a plakátok mennyisége zavaró. A kuratóriumi elnök szerint Magyar Péter egy személyes országjárása és kampánya önmagában innovációnak számít Magyarországon. A többi pártnál is mindenképpen új elem az online felületek használata, ahol nagyon jelentős előrelépéseket látok. Szellemes, az eszközöket jól használó, egyre rövidebb kis filmecskék, amit követik azt, hogy az emberek nem szeretnek hosszan megnézni valamit. Horn Gábor hozzátette, a Fidesz kampánya sosem volt ennyire leegyszerűsítve. Ilyen alternatív valóságot még sosem próbáltak létrehozni azzal, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az a háborúra, a halálra szavaz. Kiszeli Zoltán szerint az ellenzéki pártok belátták, hogy nem elég nyilatkozni, ott is kell lenni helyben mindenhol. Mindenképpen úgy, hogy azoknál a pártoknál, ahol van egyébként aktivista hálózat, vagy irodahálózat, ott inkább visszatértek erre a vegyes kampányolásra, hogy az elektronikus kampány és a hagyományos kampány. Ezekért a kisebb plakátokért most nem kell fizetni a jelölő szervezeteknek és a pártoknak, nem úgy az óriás plakátokért nyilvánvalóan. Ezeknek a választásoknak egyébként a sajátossága az lesz szemben az országgyűlési választásokkal, hogy a jelölő szervezeteknek, pártoknak, jelölteknek kampányköltéseikkel nem kell majd elszámolniuk. Természetesen kivéve, hogyha az esetleg külföldről érkezik. Az ATV híradóját André Novák András tudósította.